A gyarmati vigasságok után pedig ugye borozást ígértem, bizonyán borozni fogunk, méghozzá jubilál a Tolcsvai Borfesztivál. 15. alkalommal rendezik meg, és hát nagyon-nagyon sok mindent kaptunk már mi is ide az asztalra, de először is hagyj mutassam be a vendégemet, Keceli Kővári Ágnes a szervezője a fesztiválnak a vendégünk. Szervusz, üdvözöllek a stúdiónkban. Üdvözlöm én is a kedves nézőket. Maradjunk akkor rögtön az asztalnál, ahogy először kezdtem. Ugye hoztál nekünk szóróanyagot, hoztál nekünk pohársorozatot. Mesélj egy kicsit ezekről a poharakról, gyönyörű szépek, mind a mellett mindegyik logózva van ugye a fesztivál logójával. Így van, mondhatnánk azt is, hogy a poharak evolúcióját látjuk most így az elejétől a végéig, ugyanis láthatjuk azt, hogy a borfesztivál, ahogy elindult, onnantól kezdve ezek a kóstoló poharak milyen formát kaptak, hogyan gondoltuk, hogy változtatni kellene. Egészen kicsi kóstoló pohárral indultunk, és az is érdekes, hogy nem mindig volt ám ez, hogy Tolcsvai Borfesztivál, ennyire egyértelmű az elnevezés, hiszen ugye az első pohárnál látjuk, hogy nyitott pincék Tolcsva, és nagyon sok pincészet meg is őrizte még ezt a kis feliratot, egy szőlőlevél formájú táblát kapott mindenki, aztán utána idézőjelbe tettük, hogy Borfesztivál Tolcsva, és hát utána ez, hogy Tolcsvai Borfesztivál megállta a helyi sokadik alkalommal lehetett megszervezni, és már biztosak voltunk benne, hogy bátran rá lehet tenni a poharakra ezt a logót, ezt a feliratot, hogy Tolcsvai Borfesztivál. És ugye 15. alkalommal úgy gondoltuk, hogy azért most igazán szép lenne tőlünk, hogyha elővennénk ezeket a poharakat, hogyha visszanéznénk őket, egymás mellé állítanánk. És az az érdekes, hogy olyan sokan ajánlották fel a segítségüket, hogy nekik megvan az összes. Nagyon sok ember van, aki, és nem csak tolcsvaiak, akik az elejétől kezdve járnak erre a rendezvényre, és nem csak a poharakat gyűjtik, hanem például a szóróanyagokat, vagy a programfüzetet, mert ugye van nekünk egy olyan programfüzet, amiben ugye a hirdetők mellett a programot, a különleges, az étkezési lehetőségeket felsoroljuk, és ezeket is most gyűjtjük össze, most szedjük össze, és aki volt mondjuk 5 éve, 6 éve, 8 éve, ő neki érdekes lehet újra nézni azt, hogy na hát milyen régen volt az a koncert, amin én voltam, pedig milyen közelinek tűnik, nagyon szívesen nosztalgiáznak, és szinte így elrepülnek ezek az évek, mert minden éven nagyon jól érzik magukat az emberek, és nagyon sok visszajáró vendégünk van. Ez azért jó, mert ha folyamatosan csinálni fogjátok az 50-nél, már külön vitrint kell majd nyitni a kóstoló pohárnak otthon. Hoztál nekünk ugye egy üveg bort is, erről csak röviden, ez azért egy különleges palack. Bizony, aki Tokajhegyalján lakik, annak talán van erről fogalma, egy 27-es számot látunk a címkén, ez azt jelenti, hogy 27 tokajhegyaljai település adta össze az alapanyagot ahhoz a borhoz, ami ebből készült, és ezt nevezik a polgármesterek borának, ebből mind a 27 település kap, és ez azért szimbolizálja azt az összetartozást, azt az együttműködést, vagy összefogást, amifelé ennek a világnak muszáj haladnia ahhoz, hogy boldogulni tudjunk, és ez azért lehet érdekes, mert aki nem tokajhegyaljai, az azt gondolhatja, hogy az egyik település a másiknak riválisa lehet mondjuk a borászatok szempontjából, hiszen ha csak Hercegkút és Tolcsva borászatait nézzük, tehát csak Tolcsván 20-nál több, 25-nél több borászat van, 1800 fő nem él a településen, és azért ennek fényében ez egy kicsit érdekes, de mégsem lehet ugyanazokat a borokat kóstolni. Aki végig kóstolja ezeket a borokat, az nem fog két egyformát találni benne. Ebben teljesen biztos vagyok, úgyhogy akkor ez egy nagyon-nagyon jó keverék. Egyébként melyik ez a 27 település, ha rákérdezhetek? Ezt megtalálja mindenki az interneten, hogyha kíváncsi, beírja a polgármesterek borát, és akkor minden évre levetítve, nem biztos, hogy minden éven mind a 27 település, de megtalálják ezeket. Akkor ennek megvan a története is. Megvan, így van, ez nem egy új keletű dolog, ez is több évre tekint vissza. Na akkor most már térjünk vissza a jubileumra, tehát 15. alkalommal ugye borfesztivál. Mesélj nekünk, hogy mire számíthat az, aki kilátogat most hozzátok. Ja, és nagyon fontos, mikor. Így van, hát már nekünk sincs túl sok időnk, és mi is a véghajrában vagyunk, igen. Augusztus 10-11-12-én, péntek, szombat, vasárnap, általában ez egy háromnapos rendezvény szokott lenni nálunk, ugyanis 50 féle bort lehet nálunk megkóstolni ez alatt. Jesszusom, arra három nap kevés. És így gondoltuk mi is, hogy ezt egy nap alatt nem lehet megkóstolni. Úgy működik ez nálunk, aki a háromnapos belépőt megvásárolja, az kap hozzá egy szép logózott kóstolópoharat, illetve egy kóstoló tömböt. De ezeket ingyen kapja hozzá, és ezeket a
a tömbben található kis kuponokat, ha átadja az adott borászatnak, a tulajdonosnak, akkor ő ezért ingyen fog kapni egy fél deci bort megkóstolni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó árértékarány az esetben. És nem egy helyre gyűjtöttük össze a borászatokat, mint egy bor utcában, hogy hiszen ez, tehát ez fizikailag képtelenség végigkóstolni így egyhuzamban ezt a rengeteg bort, hanem mivel gyönyörű település Tolcs van, nagyon szép természeti értékei vannak, ezért a világörökségi pince sortól kezdve egészen a kopaszkai pince sorig a településen megpróbáljuk végigvezetni a kedves ide látogatókat. Van egy térképünk hozzá, van egy javasolt sorrend, amit szerintünk érdemes betartani, és ez alapján pincéről pincére járva meg lehet ízlelni ezeket a csodálatos borokat, és ami talán még megkülönbözteti a többi borfesztiváltól, hogy itt maguk a tulajdonosok ülnek le a vendégekkel, és mindent el tudnak mondani, nem csak a szépségét, hiszen szépsége az bőven van, hanem bizony a nehézségét, hogy mitől lesz olyan értékes ez a bor. Van olyan ember, aki nem tudja, hogy miért asszú az asszú, és amikor meghallja, hogy ez micsoda verejtékes munkával készül el, akkor lehet, hogy egy kicsit másképpen fog belekortyolni abba az italba, és hogyha néhány emberben megpróbáljuk ezt tudatosítani, és elérjük ezt a részt, hogy ő ezt átgondolja, akkor én szerintem már megtettük, ami megtehető. Igen, ugye a kulturált borfogyasztáshoz tényleg minden adott akkor Tolcsán, tehát megnézhetik az emberek azt, hogy hol és hogyan készülnek a borok, meg tudják a tulajdonosoktól a történetét, és ráadásul bejárják az egész tolcsai vidéket is. Na de ha már ennyit ittunk, akkor enni is kell ám. Így van. Milyen gasztronómiával készültök ezen a fesztiválon? Amikor összeválogatjuk a hozzánk érkező árusokat, akkor próbálunk arra törekedni, hogy nem a mindenhol megszokott és gyors étteremben is megtalálható ételeket kínáljuk a kedves vendégeknek, hanem például nálunk van egy olyan pékség, ami olyan árukat, pékárukat készít, amit máshol nem lehet megkóstolni, gondolok itt a csülkös kenyérre, egy olyan főtt füstölt csülök, ami bele van sütve egy ropogós kenyérbe, vagy például az asszú boros lepény, amit szintén nem lehet máshol megkóstolni, és ez csak egy nagyon sok kínálatból, természetesen máshonnan is érkeznek hozzánk olyan különlegességekkel, amit én szerintem egy jó borozás után nagyon szívesen fognak fogyasztani a kedves ide látogatók. Tényleg, esküszöm, pavlovi reflex elindult a nyál elválasztásom, és akkor még nem is beszéltünk a többiről, legyen meglepetés, tessék kimenni Tolcsvára egészen nyugodtan, és akkor nézzük a zenei részét a történetnek. 3 napunk van ugye arra, hogy megkóstoljuk a borokat, meg a finomságokat, amiket emlegettél, és kik fogják szórakoztatni majd a Tolcsvára látogatókat. Igen, és hogyha az evés-ivás után egy kicsit jobb kedve van az embereknek, akkor 3 színpadon várjuk a vendégeket. Nyilván van egy olyan színpadunk, ahol egy kicsit nagyobb a közönség, olyan fellépőket hoztunk erre a színpadra, akik nagyobb érdeklődésre tartanak számot, aki iránt nagyon sokan érdeklődnek. Pénteken a Huligán, szombaton Rúzsa Magdi, vasárnap a Lord, de hát emellett ugye még több zenekar is föllép. Illetve van a világörökségi pincesorunknak egy színpada, ahová megpróbálunk mindig olyan zenekarokat hívni, akik tehetséges fiatal művészek, és mondjuk kevés lehetőségük van nagy színpadon hangosítással, fényekkel megmutatni magukat. És a 3. színpadunk az pedig a Bormúzeum udvara, a Borászati Kultúraházának az udvara. Itt egy kicsit akusztikusra vesszük a hangulatot, például Keresztes Ildikó is egy akusztik koncerttel fog itt bemutatkozni, vagy Szabó Leslie és Torres Dani, az ő nevük is ismerős lehet, és itt egy kicsit családiasabb a hangulat, picit többet beszélgetnek az emberek, egy kicsit leülnek, itt nagyon jó hűvös van, mert sok fa van a környéken, úgyhogy lehet itt is hűsölni. Én azt hiszem, hogy sikerült úgy összeválogatni a fellépőknek a sorát, hogy a kicsi gyerekek is jól tudnak majd szórakozni, az idősebb korosztály is, a fiatalabb korosztály is, szerintem aki válogatni akar, az majd talál benne magának valót. A fesztiválnak lesz egy saját bora is, vagy van saját bora is. Hogyan lehet megválasztani a Tolcsvai Borfesztivál borát?
Még ilyet nem csináltunk. Korábban volt egy olyan bor, amit erre az alkalomra palackoztak, akkor is ez egy jubileum volt, viszont az éven ebben a kóstolótömbben lesz egy kicsike cetli, amire javaslatot lehet tenni az aktuális kóstolható borok közül, hogy melyik legyen majd a fesztivál bora. Kíváncsian várjuk ezeket a szavazatokat, nekünk is egy visszajelzés lesz, egy nagyon jó visszajelzés lesz, és úgy gondolom, hogy szívesen le fogják írni a véleményüket a vendégek. Ebben tökéletesen biztos vagyok én is. Tehát augusztus 10, 11 és 12 Tolcsva Borfesztivál. Köszönöm, hogy eljöttél és ennyi mindent elárultál róla. Köszönöm a lehetőséget, szeretettel várjuk a kedves nézőket is.